Szeretném bemutatni Bélát. Béla sikeres vállalkozó, mint látjuk, Rolex órája is van, úgyhogy még akár politikus is lehet belőle. Sok pénzt keres, sokat költ magára, nagyon vigyáz magára. Többek közt nagyon drága és rendkívül biztonságos autót vesz, amely tel is tele van pakolva szenzorokkal, így Béla azonnal valós időben rögtön tud róla, ha az autójával bármiféle probléma van. Mondjuk valamelyik kerékbe kicsit alacsonyabb a nyomás, vagy bekoszolódott a lambdaszonda. Bélán ugyan nincsenek szenzorok, de nagyon egészségtudatos életmódot él, odafigyel, hogy hogyan táplálkozik, nem iszik, nem dohányzik, figyel rá, hogy mindig mozogjon valamennyit, fölveszi a védőoltásokat, sőt, 3-4 éve még egy menedzser szűrésen is volt egy magánklinikán. Így, ha megkérdeznénk Bélától, hogy hogy vagy Bélám, akkor Béla azt mondja, hogy kösz, tök jó. Az igazság azonban az, hogy sajnos Béla már nem sokáig lesz köztünk. Bélának ugyanis 12-es a cukra, ami kifejezetten magas, már legalább 2 éve. A szemében, a veséjében, a végtagjaiban a hajszálerek már visszafordíthatatlanul károsodtak. Bélának emellett rendkívül módon be van szűkülve a szívei táplálói rendszer, és emellé van neki egy genetikai mutációja, ami extrém módon megnöveli a trombózis kockázatát. Hova tovább, Béla még ráadásul pitvar fibrillálni is szokott, ami a szívnek egy olyan rendellenes viselkedése, ugyancsak trombózist képez. Ebből sajnos az látszik, hogy nagyon nagy valószínűséggel Bélának a közeljövőben lesz egy infarktusa. De ha Bélánk ezt mégis túlélné, akkor még ott van az a polip, ami 15 éve növekszik a vastagbelében, és épp most kezd átalakulni tumoros szövetté. Most még ki lehetne nyisszantani mindenféle következmény nélkül, és Bélánk mehetne haza, de hát mire fölismerik, már lehet, hogy tele lesz áttétre, és akkor késő lesz. Hogy lehetséges ez? Hát úgy lehetséges, hogy Bélának nincsenek tünetei. Magyarországon pedig gond nélkül valaki elélhet 50 éves koráig úgy, hogy sohasem csináltak neki egy EKG-t. Soha nem csináltak neki egy ultrahangot, sőt, még egy vérvételese volt. Sok munkakörnél még a kötelező üzemorvosi szűrésnek sem része egy egyszerű vérképnek az elkészítése sem. Mi pedig ugye miben szocializálódtunk? Abban, hogyha nincs tünetem, az mit jelent? Hát akkor egészséges vagyok. De hát ez nem igaz. Sok betegség hónapokig, évekig, vagy évtizedekig fejlődik, mire először tünetet okoz. A természet nem tudhatta, hogy nekünk lesznek orvosaink. Ha valami elromlik a szervezet megpróbálja azt korrigálni, rendbehozni, aztán ha nem sikerül, akkor megpróbálja a tüneteket minél inkább elodázni, hiszen a tünet az egy evolúciós hátrány volt, hiszen az ősember vagy nem érte utol a prédáját, vagy nem tudott elfutni az oroszlán elől, vagy egész egyszerűen nem sikerült neki továbbadni a génjeit. Hány ismerősünk van, aki arra büszke, hogy én ugyan nem járok soha orvoshoz? Hányan mondják azt, hogy dehogy megyek el a dokihoz, hát a végén még talál valamit. Mintha egyébként, ha nem tudnánk róla, az a rendellenesség nem is létezne. Persze van, ami meggyógyul magától, de hát azért sok minden nem. Daganatok például elég ritkán szoktak elmúlni maguktól. De azért valljuk be, mi mindannyian azzal nőttünk föl, és az van a fejünkbe, hogy ha nincs semmi bajom, ugyan mély mennék el orvoshoz. De ha figyelembe veszük azt, hogy hány ember hal meg úgy, hogy előtte 10 perccel még semmi baja nem volt, vagy legalábbis ő úgy gondolta, akkor abból világosan le lehet vezetni, hogy itt most bármelyikünk halott lehet 10 perc múlva, attól, hogy jól vagyunk. Na, látom az arcokon elterjedni a rémületet. Azért van egy jó hírem, pedig az, hogy ezt befolyásolhatjuk. Ez rajtunk múlik. Csak hogy a mostani rendszereink nem erre vannak kitalálva. Az ugyanis, amit mi most egészségügynek hívünk, az Isten igazából betegségügy. Egy későn reagáló, krízisvezérelt, reaktív rendszer, ahol általában előre haladott állapotú betegeknek az izolált problémáit próbálja egy szakosodott specialista tömegekre kitalált módszerekkel kezelni. Úgy, hogy a páciens ebben egy passzív résztvevő. Pedig minden betegség annál hatékonyabban és annál olcsóbban gyógyítható, minél hamarabb fölismerjük. Sőt, igazából az a legjobb, ha nem is hagyjuk kialakulni. Egy kialakulóbb levő cukorbetegségnél 90% az esélye annak, hogy ezt csak életmódi változtatásokkal vissza lehet fordítani.
A korán diagnosztizált daganatosoknak a 90%-át meg tudjuk gyógyítani, míg késői stádiumokban ez nyilván sokkal rosszabb. Mégis az összegészségügyi kiadásainknak több mint 97%-át a gyógyítás teszi ki, és kevesebb mint 3%-ot költünk megelőzésre és szűrésekre. Azaz, mit csinálunk? Várunk, amíg valaki nagyon beteg nem lesz, és akkor nagyon beteg lett, akkor heroikus küzdelemmel és óriási költségeken megpróbáljuk rendbehozni. És sokszor sikerül is. Na és olyankor mit csinálunk? Hazaengedjük. És általában várunk, amíg megint nagyon beteg nem lesz. Az orvosaink képzésének a központjában sem az áll, hogy valakit hogy lehet minél hosszabban egészségesen tartani, és hogy lehet megelőzni a bajt. Az orvosok sok-sok éven és 10 000 oldalakon keresztül azt tanulják, hogy amikor valami nagyon elromlott, azt hogy lehet helyrehozni. És az anyagi érdekeltségük sem az egészségben van, hiszen az nem kap senki pénzt, hogyha valaki egészséges. Az orvos a gyógyításért kap pénzt, a biztosító betegségre fizet, egészségre nem. Egyáltalán, ha így végig gondoljuk, hogy alakulhatott ki egy ilyen rendszer? Ez egyébként pofon egyszerű. Úgy, hogy egészen a közelmúlttól eltekintve, sok-sok ezer éven át az orvosnak egyetlen egy lehetősége volt tudni arról, hogy a páciensnek bármiféle baja van. Vagy az, hogyha a páciensen látható nyomai voltak ennek, vagy hogyha a beteg megmondta, hogy nekem valami bajom van. Semmilyen más eszköze nem volt. Semmi. Na de hát, ma már ez nem így van. És nem csak az orvosnak van más eszköze, hanem nekünk is. Ma már pár 10 000 forintért bárki dönthet úgy, hogy elmegy és csináltat egy genetikai szűrővizsgálatot. Sőt, nem csak saját magára, hanem akár a teljes bélflórájára is, amivel egy csomóféle betegségre lehet következtetni. Pár 10 000 forintért ugyancsak bárki vehet magának olyan hordozható eszközöket, amik a nap 24 órájában folyamatosan mérik a pulzusát, vagy akár az EKG-ját, a vér oxigén szintjét, a légzését, agyi funkcióit, az alvás ciklusait, vagy akár csak a homloka megérintésével pontos vérnyomás mérnek nála. Bárki vehet az otthonába okos WC-t, ami kianalizálja a végtermékeit és elküldje a mobiltelefonra az eredményt. Rövidesen fogunk tudni vércukrot és egyéb véralkotót nézni szúrás nélkül. És az, hogy én egyébként milyen szűrővizsgálatra megyek el, az kizárólag az én döntésem. Igen ám, de hallom okos orvos barátaim egyik másikát, ahol azt mondják, hogy de hát nem úgy van az, mert csomó szűrővizsgálat nem elég pontos. És tökéletesen igazuk van. Vannak olyan vizsgálataink, amik nem elég pontosak, különösen akkor, hogyha azt a vizsgálatot önmagába szemléljük, azt az egy eredményt. 100 évvel ezelőtt meg baromi veszélyes volt repülni. Valahogy mégse azt a megoldást választottuk, hogy egyébként hajóval megyünk Amerikába, hanem baromi biztonságossá tettük a repülést. Azaz, a módszereink egyre pontosabbá fognak válni, de addig is elvégezhetünk többféle vizsgálatot, amiben sokkal pontosabb eredményt kapunk. Erre viszont azt mondják orvosbarátaim, hogy de hát nem minden szűrővizsgálat éri meg. Ugyanis pont mondjuk egy vastagbél tükrözés, amire szegény Bélánknak is szüksége lenne, az 6 000 forintba kerül, legalábbis az intézmény ennyit kap érte, de privátban sem több pár 10 000 forintnál. Ezt kell szembeállítani mondjuk egy késői stádiumban felismert vastagbéltumor kezelésével, ami 10-20 millió forintba is belekerülhet. Ugye ez nyilván megéri társadalmi szinten is, de sok vizsgálat nem éri meg populáció szintjén. És teljesen igazuk van. De hát én nem a populáció vagyok. És az anyám, a testvérem vagy a gyerekem sem a populáció. Az, hogy a biztosítónak mi éri meg én mit választok, az két teljesen külön kérdés. A korai stádiumban levő daganatok kimutatásának jelenleg legérzékenyebb módja az úgynevezett PET-CT vizsgálat. Ez egy kifejezetten drága vizsgálat, biztos, hogy teljesen alkalmatlan a társadalom szűrésére. Pár évvel ezelőtt egy idős házaspár úgy döntött, hogy megtakarított kis pénzükből karácsonyra egymást befizetik egy ilyen vizsgálatra. Az eredmény sokkoló volt. Kiderült, hogy mind a ketten tumorosok. Ráadásul különböző, de kifejezetten rossz prognózisú agresszív tumorjuk volt. Viszont mivel, hogy korán fölismerték és időben kezelték, mind a ketten meggyógyultak és ma is egészségesek. Ha akkor kezdték volna kezelni őket, amikor az első tünetek jelentkeznek, már biztos nem élne egyikük se. Kicsit olyan ez, ahogy most csináljuk, mint hogyha
óriási erőfeszítéssel kifejlesztettünk volna valami szuperautót, amit egy nagyon profi sofőr vezet az éjszakába kivilágítatlanul. És aztán, amikor jönnek szembe az akadályok, akkor hihetetlen bravúrokkal megpróbáljuk kikerülni az akadályokat, vagy legalábbis minimalizálni a veszteségeket. Ahelyett, hogy fölkapcsolnánk a lámpát. És akkor látnánk jó előre, hogy mikor jönnek az akadályok, és időbe kikerülhetnénk azt, sokkal messzebbre eljutnánk, sokkal kevesebb kárral. De nem csak a technológia fejlődése miatt kell ezt az elavult rendszert átalakítani, hanem azért, mert fönntarthatatlan is. A világ összes fejlett országában az egészségügyi kiadások átlag 2-3%-kal nőnek gyorsabban, mint a GDP. Ráadásul a betegek aktívabb részt akarnak kivenni a saját egészségügyükből. A tudomány, az eszközeink, a szenzoraink és a mesterséges intelligencia fejlődése kombinálva a genetikai és egyéb biológiai információ robbanásszerű növekedésével rövidesen lehetővé teszi számunkra azt, hogy valóban folyamatosan földgyújtott lámpával vezessünk. És az egészségügy az valóban sokkal inkább az egészségről fog szólni, a betegségek megelőzéséről, egy proaktív, nem pedig egy reaktív rendszer lesz, és amikor gyógyítunk, akkor is azt majd személyre szabottan tesszük, mindenki egyedi gyógymódot kap, nem pedig tömegek átlagai alapján gyógyítjuk meg a pácienst, és ő egy aktív részvevő lesz ennek a folyamatnak. Ráadásul az egészségügyünk, különösen a diagnosztika, nagyon rövidesen beköltözik az otthonunkba. Tudom, hogy ez kicsit futurisztikusan hangzik, de gondoljunk bele abba, hogy nem is olyan nagyon régen volt az, amikor a számítógép az egy szobányi berendezést jelentett. És senki nem gondolta volna, hogy valamikor egy ilyen izé a lakásunkban lesz. Ehhez képest ma 100 000 ilyen készüléknek a tudását hordozunk a zsebünkbe, vagy akár az óránkban. Amelyek egyébként tökéletes készülékek arra, hogy egészségügyi információt gyűjtsenek és földolgozzanak. Szerencsére a szűrések és a megelőzés kultúrája kezd beépülni ma itthon is, de igazság szerint még nem vagyunk rá felkészülve se műszerezettségbe, se személyi állományba. Ehhez még át kell alakítanunk a finanszírozási rendszerünket, az ellátórendszert, az oktatást, de legesleginkább a gondolkodásunkat. De amíg is ezek a változások megtörténnek, addig mi eldönthetjük, hogy passzív résztvevői akarunk lenni a betegségügynek, és várjuk a következő akadályt, hogy túléljük-e, vagy aktívan a saját kezünkbe vesszük magunk, vagy szeretteink egészségügyét. Köszönöm.